be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok, szervusz Balázs! Örülök, hogy itt vagy! Megint úgy oda bújnék hozzád egy kicsit, úgy örülök, amikor azt itt hittem, vagy. Azt hittem, hogy rögtön jön rám a Feri is. Gábor, Gábor, Gábor! Nagyon megtiszteltek az örömmel, köszönöm szépen. Régen voltál, te se voltál, én is Szabin voltam, nem találkoztunk. És két hete láttalak utoljára. Igen, kicsit nőtt a hajad, nem? Finoman, igen, finoman tudod. B-vitaminok, Zab? Most komolyan. Nem mondd már ezt, kérlek szépen, minden reggel. De ezt azt mondtam, használjam. Kicsinálom őket. Figyelj, rosszul vannak minden reggel. Tegnap egy kis kardamonos szilvalekvárral sikerült ízesítenem az abot. Rád gondoltam, minden egyes falatnál magamhoz eleltelek virtuálisan. Figyelj, ezek rosszul vannak. Kész vannak. Menjünk már ki, Feri, mert én úgy érzem, hogy itt nekünk semmi keresni való nincsen. Büszke lennél rám minden reggel. Balázs, ez fantasztikus. És szigorúan... Balázs, ez fantasztikus. Szigorúan kókusztejjel, nem állati eredetű tejjel, minden nap. Ma kimaradt. Hála a jó Isten. Igen, ma nem lett. Mert jöttél, és már enni se tudott. Igen, annyira izgatott voltam, hogy összeszűkült a gyomrom picit. De hogy 5 napból 3-szor zabbal turbosítok reggel. Na hát, és hogy érzed magad egyébként? Most tényleg. De most így hogy vagy? Hát jól nézel ki. Hát nézd. Hát szépek a körmeim, nő a hajam, edzem, futok. Cikis borosta is. Érítsd meg a haját, érítsd meg! Fényes, nekem ez elég. Fényes, szép, igen. Gyerekek, ez a zapkúrám. A zapkúra. Ez a zapkúrám. Hát, nézzétek, átveszek egy csomó minden, muszáj gyerekek. Hát a jót mond, jót mond. Ennyi. Merre jártál? Kalandoztál? Wellness-eztél? Számháborúztál? Mit csináltál? Egy pici kis augusztus végi wellness volt. Én megmondom őszintén, csalódtam, mert hát ez a fajta irány, amit itt képviselünk, mondhatom most már így többes szám, vagy ketten is vagyunk már, sőt akár 3-4-en is, ez ismeretlen, alig ismert a wellness hotelekben. Szóval ilyen, hogy vegetáriánus táplálkozás, maga a vegetáriánizmus, mint olyan, az kimerül abban, hogy rántott gomba és rántott, nem tudom, rántott sajt. Leginkább ez egy wellness hotelben fura egyébként, ahol már azt gondolnák, hogy ennél azért egy kicsit szélesebb. Igen, csak a tudom, amikor az ember válogat, akkor kiírják az internetre azt, hogy különleges vegetáriánus és húsmentes menü. És megmondom őszintén, hogy ez sokat jelent abban, hogy mit választunk, melyik hotelt választjuk. És végül kiderül, hogy szinte minden étel húsos. Még a leves is, szalonnával és sonkával készül. Legyen ízve. És amikor szólunk, hogy kérnénk szépen, akkor üregesen néznek, és gyorsan összerítjentenek valamit, de nincsenek fölkészülve. Tehát szó nincs arról, hogy kitennének ugye azonok a svéd asztalra 2-3 féle komoly, akár vegán, mert lehet vegán is a család, nem csak vegetáriánus, tehát tisztán, hogy tejet, tojás sem fogyaszt. Ismeretlen. És minden nap küzdeni kellett és harcolni, hogy valami húsmentes, egészségesebb ételt kapjunk. Biztos igen, ez a rántott gomba, rántott sajt sokszor eddig terjed. Ami tényleg fura wellness hotelekben. Igen. Tisztelt a kivételnek, van egy-két jó hotel azért, hát ahol már ez bővítik. A közül már nem ismerem mondani azt, hogy ilyen fehér rizs, meg krumpli, tehát krumpli püré, szalma krumpli, és ezzel, kettő, tényleg. Ezzel ki ismerül. Szerintem tehát sokkal őszintén lenne, hogyha ki lenne írva a hotelnek, vagy az éttermek a honlapjára, hogy gondoltunk a vegetáriánus vendégeinkre is, gondoltunk, de nem főzünk. Gondoltuk, de mi le is írjuk, hogy mi milyen étrenden vagyunk, és szeretnénk, hogy ezt biztosítanák, visszajelzést kapunk, hogy rendben, megoldható. Innentől kezdve üvegesen néznek. És hát a rántott sajt is egyébként abban az olajban sülön belőtte a bécsi hát szeretet. Ezt már ebbe bele sem merek gondolni. És hogy ilyen szépen vagy feltözködve? Mész valami szembesítésre valamik adalékanyaggyárra? Tárgyalásodban? Lesz egy megjelenésem hamarosan. Egy televízióban. Viszont egy nagyon szép címet nyertél el, ugye? Ezt olvastam, eljutott hozzá. Igen, és szeretném nektek is megköszönni, megmondom őszintén, hogy én közel 20 éve előadóként és hát szakemberként dolgozom az élelmiszertudományban, reformtáplálkozásban, de most jött el az a pillanat, amikor az év vegetáriánus a címet kaptam meg. Jó Istennek köszönöm, és nektek, mert azt kell mondjam, hogy amióta ez a műsor van, azt mondom, hogy már jócskán egy több mint fél éve, ugye ez tavaly decemberben indult ez a rovat, az elmentes övezet rovat, és nagyon sok levelet kapok, úgyhogy megújultunk, az életem teljesen új fordulatot, új utakon jár, új sineken, pályákon vagyok, és azt kell mondjam, hogy ezt nektek köszönhetem, hogy sok-sok új kapcsolatra is szertettem, úgyhogy szeretném megköszönni így a kedves hallgatóknak is a leveleket, nektek is azt a komoly dolgot, azt a komoly munkát, amit most minden tréfa mellett, amit itt elmondtok, és ami tényleg szerintem úgy lazítja ezt az egész egyébként komoly és bonyolult kérdést, nagyon nagy munkát végez ez a műsor, azt kell mondjam, nem önmagában az, amit én mondok, hanem az a szemlélet, amit itt hordozunk. A levelekből látom, hogy
én merem mondani, hogy több ezer ember váltott. Most nem azt mondom, hogy vegetáriánus vagy vegán lett, de egészen máshogy készíti az ételeket. Olyan leveleket kapok, hogy bizonyos ételeket egyszerűen valaki kinyitotta a hűtőszekrényét és kidobott, akkor hallotta a műsort, vagy rögtön elmentek ugye venni kenyérsütőgépet, és azóta csak teljes örlésű kenyeret fogyasztanak. Úgyhogy nagyon komoly változások vannak. Most bújjod meg. Egyébként most szerintem nekem kéne valláshoz bújnom is. Ide bújsz? Figyeljetek, utána egy csomó komoly dologgal kell foglalkozni, például az ásványvíz maffia lelepleződésével. Öleljétek meg! Úristen, lefotóztatlan, picit megszúrt a borostán, Balázs, ne haragudj. Figyelj csak, és a díjad az egy répa ilyenkor az év vegetáriánusának van. Kaptam egy-két könyvet, egy oklevelet, de hát különböző élelmiszereket ilyenkor nem kapok. Most mondjuk egy picit irigy vagyok azért. Én nem hallottam erről az év vegetáriánus a díjról. Négy jelölt volt, és három vagy négy jelölt volt, és végülis te lettél egy ilyen esti fogadás. Tehát sok jelölt volt, és ebből hárman kaptuk meg. De az egyiket látta egy cézás halátát enni a takarásba, és ezért kizárták. Mert abban van csík. Egyébként egy megtisztelő címről van szó, és a hallgatói, olvasói, nézői vélemények alapján áll össze, tehát ezt nem egy-két ember gondolja ki. Ezt tulajdonképpen mondhatom azt, hogy Magyarországon az emberek véleménye, ha lehet így mondani. Hát az megtisztelő volt, és azt kell mondjam, hogy itt a műsornak a Klassz FM-en az elmentes övezet is sokat tett, ezért ezt egészen komolyan mondom, mert ugye titeket elképesztő mennyiségű ember hallgat, és ez formálja a szemléletet. Azért kicsit a zsebembe kellett nyúlni, hogy megvegyem neked ezt a díjat. De azért természetesen örülök. Na, ásványvíz, botrány. Ugye ez már egy ideje aktuális, mert hogy ugye néhány nagyobb ásványvízet forgalmazó cégnek a palackai lekerültek a boltokról, és kiderült, hogy találtak bizonyos dolgokat. Ugye? Igen. Ebben aztán itt ugye felmerül egy-két dolog, hogy ez most tudatos vagy nem tudatos, mindjárt erről is beszélünk. Ez kb. Két-két és fél hete derült ki, hogy néhány áruház láncnak az ásványvízében találtak néhány tulajdonképpen baktériumot. Ugye? Így van, így van. Egészen pontosan, ha kiszabad mondani a nevét, Pseudomonas baktériumot találtak. Ez egy viszonylag normál baktérium, a normál flóra része, úszodákban, mindenhol, ahol víz van, nedvesség megtalálható. Egy picit én azt gondolom, hogy ez a botrány, ez egy kicsit ilyen felfújt dolog, hiszen valljuk meg, hogy naponta elképesztő mennyiségű ásványvíz fogy Magyarországon. Ugye most már napi 100 liter, bocsánat, évi 100 liter per fő per év, ugye a fogyasztás. Tehát évente egy magyar ember 100 liter ásványvizet fogyaszt el. Ha megnézitek, ez ugye naponta körülbelül mondjuk 3 deci, ha jól számolom. Én egyébként nem is javasolok az ásványvízből fél liternél többet egy nap, erről esetleg beszélhetünk még itt. És valóban ezt a törzset, ezt a pseudomonas törzset megtalálták. Ezen kívül volt még egy kis nitrát-nitrit probléma is. Azt gondolom, hogy több millió palack után megtalálnak egy normál flórát, egy baktériumot, ami úgymond a vizekben normál, ásványvízben. Ez azért lehet, hogy valakinek hírértékű, de aki ismeri a mikrobiológiát, az tudja, hogy nem igazán komoly dolog. Viszont arra alkalmas, hogy az ember ugye egy picit bepánikol, megnézi, hogy jaj, hol is forgalmazzák, és akkor jaj, ott nem veszem, ezt nem veszem. Ja, most nem gondolnám, hogy a Nébiknél azért olyan szakemberek dolgoznak, akik csak így föllövik ezt a rakétát. Lehet ettől bajunk, vagy nem? Mert most ez, amit te elmondtál, az nekem ilyen érdekes mondat. Én azt mondom, hogy lehet bajunk tőle, amennyiben valakinek gyengébb az immunrendszere, tehát a pseudomonas, az képes bajt okozni, amennyiben valaki bejut olyan helyekre, ahol nem szabad. Egészséges immunrendszernél bizonyos csíraszám alatt ez nem okoz problémát. Mellesleg, aki úszik egyet valamelyik úszodába, előbb-utóbb olyan bacikat vesz fel, ami hasonló. Aha. Egyébként ilyen úszodai fülgyulladást okozhat a pseudomonas, stb. Tehát természetesen tisztelem és becsülöm, hogy ez közzé lett téve. És de azt mondod, hogy ez akár a piaci verseny részese is lehet, hogy ez egy kicsit így megbukott post, hiszen azért hát, egy év alatt több millió liter. Fognak ezért kövezni, de igen. Tehát lehet egy lobby, egyfajta piaci verseny. Amióta ugye a csapvizet egyre kevesebben isszák, ennek is oka van. Azóta az ásványvizek forgalma és ugye népszerűsége nő, ez látható. Most már óriási polcrendszerek vannak ugye tele ásványvizekkel, és megjelentek ugye az ízesített ásványvizek, tehát mondhatjuk, hogy ez is biznisz. Hát nem kis biznisz, persze. Nem kis biznisz. És ugye a Magyarország adottságai kiemelkedőek,
ilyen szempontból, ezért várható volt, hogy az ásványvizeknek a szerepe nőni fog, és egy versenyhelyzet alakul ki. Ebben a versenyhelyzetben egy ásványvizet, ugye, hát milyen okból foghatnak perbe? Nyilván mikrobiológiai okból, tehát nincsenek benne adalékanyagok, nincs benne semmi, ami miatt azt mondhatnánk, hogy fú, ezt ne fogyaszt. Esetleg az ásványanyag tartalma lehet különböző. Jó, de akkor egyetlen lehetőség van, találjunk benne valami bacit. Oké, na most akkor nézzük meg, hogy ugye vannak emberek, akik 3-4 litert isznak ásványvízből. Mit ajánlasz? Csapvizet, ásványvizet, ha ásványvizet, akkor mennyit? Ugye ezek azért tele vannak oldott ásványi anyagtartalommal, 300 mg per liter, 500-800, van, amiben 1000 is van, ami azért nem kevés. Ajánlod, nem ajánlod, inkább csapvizet ígyunk, ásványvizet ígyunk, ha igen, mennyit? Szakemberekkel és sportorvosokkal is beszéltem. Én úgy tudom, hogy az ásványvizet ilyen mennyiségben, amit mondtál, tehát 3 liter meg 4 liter naponta, így nem szabad fogyasztani. Ezek mély rétegből, ugye védett vízadó rétegből jönnek föl, és nagyon, ugye ezek sűrű vizek, tehát ezek nagyon magas, ugye, hát 1000 mg per liter alatt vagy fölött van, ez elég komoly mennyiség. Az oldott ásványanyag tartalom, ez ugye a kalcium, a magnézium, igen. Igen, itt vita folyik, hogy mennyire épülnek be, mennyire szívódnak föl. Lényeg az, hogy ozmotikusan egyensúlyt tart, tehát a fölszívódási folyamatokat befolyásolja, esetleg a vérnyomás, ugye a túl sok ásvány nem mindenkinek szerencsés. Ezért mondja a szakma azt általánosan, Élelmiszeripari Egyetem például, hogy fél liter per fő per nap a maximális fogyasztás. Ha valaki mondjuk kohó munkás, akkor biztos, hogy védőitalként ihat ilyet, de egy normál ülőmunkát végző ember, az nem ihat fél liternél több ásványvizet. Itt is rögtön kérdezhetitek, de melyiket? Nyilván nem mondok márkanevet, de vannak ugye a 6-700 mg per literesek, igen. Vannak az 1800-osok, van az 1800, vannak a fölöttiek. Van ember 2-300 van, az, igen. Itt sem mindegy. Ugye a minél alacsonyabb ásványanyag tartalom az elvileg az emberi szervezet szempontjából szerencsésebb, csak ugye annak az értéke is kisebb, tehát ott az ár értékaránya kérdés. Oké, de akkor az optimális folyadékbevitelt akkor miből oldják meg az embereket? Tisztított csapvíz. Ezekről is rögtön beszélünk, mert azért ott is van, tehát ott is kell egy-két dologra figyelni. Én azt olvastam egyszer egy nagyon érdekes cikkben, hogy ugye a víznek önmagában szállító szerepe kellene, hogy legyen, azért kéne, hogy ígyuk. Fölvesz egy csomó minden csalakanyag, stb. Elkezdik kimosni. Na most ezek a vizek, ugye az ásványvizek, mivel tele vannak mindenféle oldott ásványanyag tartalom, ezért már nincsen effektíve szállító szerepük, tehát nem teszik meg azt a hatást, vagy nem okozzák azt a hatást, amit mondjuk egy sima, kevésbé terhelt vízzel mi mondjuk beviszünk. Ez így van, hogy nem tud egyszerűen úgy szállítani a víz, ezért nem jó sokat inni, plusz lerakódik, vesekő, stb. Tehát, hogy lehet probléma. Megváltoztatja azokat a viszonyokat, igen, amik a szállításhoz kellnek, a beépüléshez, a felszívódáshoz, hogy az ásványanyagokról azt tudjuk, hogy enzimatikus folyamatok vesz részt számos fontos folyamatban, és ez fölborul, vagy fölborulhat, hogyha túl magas az ásványanyag bevitel, főleg a szervetlen élelmiszerekben is van ásvány, ugye egy sárgalépalé, egy céklalé tele van ásvánnyal, azok más kötésben vannak. Szeretném hozzátenni, Balázs, azt, hogy ásványvíz, vagy lúgos ásványvíz kúrát, azt például ajánlok, tehát ivókúrát szoktunk javasolni, vannak egyébként jó kis lúgos ásványvizek, vagy csökkentett deutérium tartom, ami így jön fel a földből. Tehát olyan ásványvizek vannak Magyarországon, amelyek kifejezetten mondjuk egy rákbetegség esetén is megelőzésre jó lehet. És vannak a normál ásványvizek, amelyek kifejezett gyógyító hatással nem rendelkeznek, vagy megelőző hatása, azokkal vigyázunk. Tehát ivókurát tartanék, mondjuk lúgos ásványvíz ivókurát tartanék, egy több heteset, de azt, hogy minden évben én megígyak, vagy csak azt igyam, ez problémás, megváltoztatja a fölszívódási viszonyokat, és hát nem biztos, hogy a vessének mondjuk, vagy az ízületeknek, a keringésnek, az agynak szüksége van erre a jelentős mennyiségű ásványvizre. Igen, csak ugyanakkor meg ott van ugye a csapvíz, és ez ugye az evésnél is ugyanolyan probléma, hogy mit tegyek, és ahogy látom az ivásnál is, hiszen a csapvíznál viszont azt mondják, hogy ott vannak a hormonok, ott vannak ugye mindenféle vegyszermaradványok, ott vannak a mezőgazdasági melléktermékek, a permet, a fogamzásgátló, a női hormon, a vizelet, stb. Tehát, hogy az sem biztos, hogy jó, bár Magyarországra azt mondják, hogy azért sok helyen egészen kiváló a csapvíz minősége, de mégis azt mondják, hogy azért nem biztos, hogy azzal teszel olyan jót, ha mondjuk nem szűr, csak sima csapvizet is szól. Hát azért ott is van, vagy lehet veszélyforrás, nem? Igen. Plusz a csövek és a hálózatok rendszere, amit még belemos a víz. Így van, ez a kettő fontos. Általánosan azt nem mondhatom, hogy rossz a víz, mert ugye ahány régió, annyiféle kút, annyiféle dolog, mondjuk a törvény az azonos. A dunai vízről tudunk, amit tudunk, ugye, hogy igyekeznek szűrni, amennyire csak lehet. A szakma azt mondja, hogy a vizek, a csapvíz jó minőségű, nem kell vele foglalkozni, nem kell szűrni. Sokunknak erről más a véleményünk, valószínűleg mi szélsőségesnek számítunk, ezért mi tisztítjuk a vizet. Ezáltal azok a
nehéz fémek, esetleg ugye azok a hormonok. Igen, nitrát, ami nem a, tehát nem a vízlelő helyen van, értitek, nem a Dunában van, hanem ugye a nitrifikáló baktériumok a csővezetékben elszaporodnak, és időnként ugye ezért van az, hogy ha iszod a csapvizet, időnként érzed, hogy más az íze. Időnként esetleg megklórozzák, vagy tisztítják a csővezetéket, de hát nem írják ki minden héten, vagy minden hónapban, hogy most ne idd a vizet, mert most klórozunk, hanem egyszerűen megy. Aztán én szívesen fogadok tanácsokat, ha van vízügyi szakember olyan, aki ezzel foglalkozik, hogy ez hogy működik. Jelenleg az álláspontom, hogy tisztítjuk a vizet, az a biztos, főleg ahol gyerekek vannak, ugye a csecsemőknek szent víz, ugye ez egész más, baba víz néven. Felnőtteknek is azt mondom, hogy de a férfiaknak egy kedves fodrász barátom mondta, hogy most már lassan oktatják ki is a fodrászoknak, hogy a csapvízben lévő esetleges hormonok, női hormonok, ugye a férfi kopaszodásban, a férfi problémában milyen szerepet játszhat. Megint attól függ, hogy milyen, honnan származik az a víz. Tehát a víztisztítás egyre inkább előtérbe kerül, és ugye az ásványvíz, ha megnézitek, az egy sűrű víz, az egy magas ásványanyagtartalmú, viszont a, mondjuk az ozmotikusan szűrt víz, az pedig egy nagyon lágy, sőt, gyakorlatilag üres víz, úgymond, igen, így van. Oké, elmondtad, hogy ásványvízből kevesebbet. Mi a helyzet a házilag beszerelt, ugye ozmolózisos, NASA által használt brutális víztisztítókról? Nálunk például olyan van, nálunk a Pali elmondta, hogy ezt használja a NASA, egyébként nem 100 000-es tétet, ez egy 40 000 forintos víztisztító készülék, olyan apró részecske szinten szűri át a vizet, hogy a vizeletüket tisztítják meg az űrben, és isszák meg azt újra, egyébként olyan szintű szűrőkön nyomja át. Ez jó. Most bocsánat, de mit mondjon más? Persze, hogy a NASA használja ki más. Tehát, hogy nem, utána azért... néz, hogy a NASA találta ki ezt az ozmózisos rendszert tulajdonképpen, és így terjedt el aztán kereskedelmi forgalomba, de először ezt az amerikaiak fönt az űrben használták, és ebből lett aztán kereskedelmi forgalom. Tehát, hogy ilyen szinten szűri át. De ő nem forgalmazó volt, ő csak egy szűrőt cserélt benne, nem tőle vettük, elmondta, hogy ez miért jó, szerinte. Jó-e az, ha csak ezt isszuk? Ugye ez egyre több háztartásban van. Ezzel mi a helyzet? Azt gondolom, hogy jó. A reverse ozmózisos szűrők a legtisztább, hát lényegében ásványi anyag, kvázi ásványi anyagmentes vizet hoznak létre, nem marad benne igazán semmi, megszűri a nehéz fémektől, minden makromolekulától, csak a vízmolekulákat engedi át, egy félig átteresztő, ugye ez egy ilyen... Ezen nem mennek át a hormonok, ezen nem megy át semmi, ugye? Tehát semmi. Ez tulajdonképpen mindent megszűr. Semmi. Arról folynak viták, hogy ez a víz, ami végül lesz, ez egy kvázi desztillált víz, ha nem is desztillálással készül. Ez mit okoz a szervezetben? Megindít egy gyors tisztulást, ezért például tisztítókúráknál is jól használható. Ugyanakkor hosszú távon, ha valaki ebből is litereket iszik, az ilyen ozmotikusan szűrt vízből, akkor esetleg egy belső kilógozódás jöhet létre. Ezt van, aki takadja, van, aki elfogadja. Szakmailag egyetemi tananyagban az szerepel, hogy a desztillált víz fogyasztása az ugye ezt a kilógozást hozza létre, kalcium kezd örülni a szervezetből, a csontokból. De a problémákat vethet fel, ezért szerelték rá az utánsóz vagy utósózó részleget egy-egy ilyen berendezésre, amin át, ugye a víz átmegy, és akkor visszaveszi azt a kis só mennyiséget, amire a szervezetnek szüksége van. Aztán valaki ezt a sózó részt nem iktatja be magának. Én megvallom, én egy pici ásványvízzel sűrítem, nem hígítom, hanem sűrítem. Tehát olyan 1-6 arányban, tehát egy kis mennyiségű ásványvizet, jó minőségű és megbízhatónak, tehát számomra megbízhatónak számító ásványvizet aláöntök, és ráöntöm ezt az ozmotikusan szűrt vizet, amit mi is otthon készítünk, és ebből egy olyan 50-100 mg per literes lágy kristálytiszta víz lesz. Ezt fogyasztom, és szerintem nagyon jó a hatás. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot itt a szünetben, amikor beszélgettünk, hogy jelzik neked olyan nők, akik csak ezt a tisztított vizet isszák, hogy csontritkulás léphet fel, mert igen, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy üres víz, ami viszont annyira üres, hogy pont a fordítottját csinálja, mint az ásványvíz, hanem nem lerak, hanem ugye elkezd a szervezetből elszívni mondjuk kalciumot. Igen. És ezzel együtt megy ki, és hogy csontritkulást okozhat, ha valaki például sokat iszik. Igen. Akkor, hogyha valaki nem fogyaszt naponta megfelelő mennyiségű ásványi anyagot, zöldségfelé, gyümölcsöt, magvakat, hanem ilyen normál, üres étkezésen van, ahol amúgy sincs magas kálciumbevitel, ott ha valaki azt mondja, hogy na, holnaptól kezdve egészségesen kezdek élni, és beszereltetem a víztisztítót, onnantól kezdve, mivel amúgy sem visz belé kálciumot, és még ezt a vizet is fogyasztja, ezért meg lehet az esélye annak, hogy egy kálcium kivonódás jön létre. Én személy szerint találkoztam ilyen asszonyokkal, és pár éve fogyasztották, és nem javultak, sőt, romlottak az eredményeik, de nem szeretnék senkit sem megijeszteni, aki ilyen vizet fogyaszt, csak arra kérném, hogy gondolja meg, hogy valamilyen kismértékben
a só tartalmát természetes módon visszapótol. Hogy nem most sok ki annyit a szervezetből. Igen, egyensúlyozott táplálkozás mellett ez nem fordulhat elő. Én azt mondom, hogy amikor a vizet elfogyasztjuk, tegyük fel is, előtte, utána két órával nem eszünk semmit, ami ritka Magyarországon, akkor abban a 2-3-4 órában megtörténik ez a kilogozódás. Tehát én azt mondom, hogy legyünk okosak és legyünk bölcsek, inkább hozzunk létre egy lágy vizet otthon. Nagyon egyszerű a megoldás, meg kb. Fél perces munka egy ilyen bekeverés reggel üvegbe, tehát nem műanyagba, üvegbe keverjük be, és ilyen módon. Egyébként az esetek, mit mondjak nektek, 90%-ában nem tapasztalunk azért ilyen csontritkulást, meg fogzománc problémákat, de bizonyos embereknél ez is előfordulhat, és a szakmai álláspont az, hogy ezekkel vigyázni kell. Az ásványvízzel is vigyázunk, napi 2-3 liter, az aszmatikusan szűrt vizet is egy picit. Tehát ezt használjuk, alkalmazzuk, és ezt jónak tartom, de okosan járunk el, és visszasűrítjük 50-100 mg per literre. Én ebben hiszek. Nagyon sokan kérdezik a pívizet, hogy azzal mi a helyzet. Jó, egy nem tisztított, jó, irányvégyen. Tisztított, jó minőségű, szűrt víz, ami mögé tettek egy szemléletet, ugye ezek az energetizáló dolgok, ezekben megmondom őszintén nem hiszek. Én a fizikai dolgokban tudok jobban hinni ezen a téren, ezért a pívizet én egy tisztított, szűrt, jó minőségű víznek tartom. Mindenki ítélje meg, hogy ez így számára alkalmas. Babavizek? Kiváló minőségűek, hát ott nagyon komoly mikrobiológia és egyéb vizsgálatok vannak. De abban is látok oldott ásványanyag tartalmat, tehát van egy cég. Maximálják. Mikrobiológiailag ott inkább a minőségre figyelnek, és maximálják az ásványanyag tartalmát. Ott sokkal komolyabb, hát mint a minden baba tápláléknál is, sokkal komolyabbak a szabványok. Cukrozott, aszpartámos ásványvizek, igen. Ezek nagy... Hát ez az egyik fő problémám, hogy megjelentek azok az ásványvizek, szénsavas ásványvizek, amelyeket most már elkezdtek ízesíteni, és hát nyilván nem cukorra, hanem rögtön valamilyen édesítőszerrel kezdték el. Tehát megjelentek azok az üres italok, csak ásványvizes formában, mint amiktől itt óvtuk az embereket. Nem látom ezt jó útnak. Persze a szülő azzal nyugtatja magát, hogy de hát ásványvíz van benne mégiscsak, de ezzel nem jutottunk előrébb. Megint hozzászoktatjuk egymást és magunkat az édes, narancsos, ilyen-olyan ízekhez, és azzal nyugtatjuk meg az embereket, hogy de hát egészséges, lugos ásványvízből van. Nem látom ezt jó útnak. Ne torzítsuk el, hogy ne torzuljon el ez az irány. Maradjon meg az ásványvíz ásványvíznek, a tiszta víznek, a legegészségesebb táplálék a víz. Tehát a folyadékok között. Szikvíz, most lehet, hogy erre egy hirtelen nem tudsz mindenkre válaszolni, nagyon sokan kérdezik. Ez egy sima szódavíz. Háj, de jó, ezt a fröccs. Gyerekek, egy jó kis fröccse, gyerekek, kiderül, hogy idejük adunk el mindig, hogy gyerekek, az arany középút egy jó fröccsből nem lehet. Így van. Ennyi. De hogy került a szódavízbe most az alkohol? Hát, hogy, mert az arra való, hogy Jedlik Ányos azt azért találta föl. Hogy került bele? Igen, a Jani válaszolta meg, hogy itt ül a Feri. Ennyi. Mi az, hogy került bele? Gyerekek, de hogy azért tényleg érdekes, hogy mindig bebizonyosodik, hogy egy szerzetes volt, tehát, hogy érdekes egyébként. Igen. De régen volt, már összemosódnak itt a dolgok. De Jedlik Ányos a szikvizet találta ki. Nem? Igen, nem a fröccs kedvéért, csak Feri így tudja. Igen. Tehát az arany középút bizonyosodik be mindig. Csak úgy, mint az étkezésben, hogy nem jó, ha nem eszel szénhidrátot, minden, ha nem jó, ha nem, tehát nem jó, ha egy oldalon. Az ivásban is ugyanez van. Nem jó, ha csak tisztított víz, nem jó, ha csak csapvíz, nem jó, ha csak szénsavas víz, vagy ásványvíz. Tehát, ha kicsit mindenből, az az arany középút, ez mindig bebizonyosodik. Itt se jó csak az ásványvíz, itt se jó csak a csapvíz, itt se jó csak a tisztított víz, mindegyiknek van előnye, hátránya. Ha ezt egy kicsit kevered, nem? Igen. Ha változtatod, akkor vagy az arany középútban. Személy szerint reggel, így gyomorra tisztított lágyvizet fogyasztanék, rögtön nem ásványvizet. Mert ugye ez indítja meg azt, hogy a hajnali kiválasztás során minden szépen kiürüljön a vessén keresztül, és ugye az ember el tudja menni WC-re, stb. Majd napközben, amikor a szervezet terhelése nő, akkor lehet délbe, délután szerintem ásványvízzel is ezt megoldani, ezt a kérdést, de maximum, ahogy mondtam, fél liter. Olyan jó egyébként, hogy ilyen részletekben helyre teszed a dolgokat, mert szerintem most például Feri is rengeteget tanult, hiszen ő korábban babavízként a rozéfröccsöt ismerte. Ha is nálunk, most is az, nincs is semmi baj a gyerekeknek. A Soma egy éves korától állt rá erre is. Ma már tudja az összes, hogy megcsinál kis magától rendel. Kis fröccs házmester, viceházmester, mindegy. Habot nem kértem, mondta Soma a múltkor. Ha már ivás, tudom, hogy ez is egy szélesebb téma, de bejöttek ezek az 5 literes
ők által nagyon kedvelt olyan dobozos gyümölcslevek, amiről ugye nagybetűkkel ott van, hogy nem sürítményből készült. Még van időnk, gyorsan nézzük át, hogy mi az, hogy egy gyümölcs egyébként sürítményből készül, illetve ezeket a hozzáadott cukrot, színezőanyagot, mesterséges ízfokozót nem tartalmazó, kartonos, tudod, 5 literes, nem sürítményből készült gyümölcsleveket, amik pár éve valaki ezt kitalált, és most már tényleg minden cég csinálja, jónak tűnik, megveszed, az egész valahogy természetesebb, mint ez az 1 literes kiszerelés, ezeket ajánlod, nem ajánlod, jó a gyereknek, nem jó a gyereknek. Egyáltalán mi az, hogy nem sürítményből készült? Én ezeket ajánlom igazán, az a baj, hogy ezek drágább árfekvésűek. Igen. Az sűrítmény... 1500-2000 forint körül van 5 liter. A sűrítménygyártás mindig a leggazdaságosabb, hogy amikor terem egy gyümölcs, akkor azonnal besűrítik és letárolják ilyen. Hát sok ezer literes tartályokban, ez a legolcsóbb, leggazdaságosabb technika. Itt kivonják belőle a víztartalmat? Igen, ezt van, amikor mondjuk messzi országban, vagy földrészen, mondjuk Szíriában készül egy narancs sűrítmény. Nem tudom, láttatok-e már olyan hordós narancs sűrítményt, aminek narancssárga színe van, és így bele nyal, és nincs íze. Ezt azt meg elképesztem, amikor elmondtad, hogy különhozzák az aromát egy palacban, különhozzák a sűrítményt, és a kettőt szinte vegyészek összerakják. Igen, azért az érdekes. Igen, és jól cserélt víz kerül hozzá, és rárajzolják a narancsot. Tehát ehhez képest ég és föld a különbség, és ezért én javasolom, hogy amennyire lehet, ha szabad így mondani, támogassuk a hazai ilyen termékeket, hogy hazai almalé. Ugye az almalé gyártók Magyarországon nagyon nehezen boldogulnak. Pont amiatt, hogy minden sűrítményből van, és ezek a bag-in-box rendszerek, amit mondtál, hogy ugye vákum, és ezek vákumcsomagoltak. Tehát, hogyha öntesz belőle magadnak egy-két decit, utána még 2 hét múlva is. Nem jut bele a levegő, van egy kis csapra, ezt kibontod, egy nap volt, mire megfejtettem, hókát kibontam, már föltéptem a tetejét, már levágtam, amit nagy kivált. Négy napig ült a család, hogy ezt kitalálta ki azért, és aki jött valami okos, ott van a csap rajta alul. Ja? Mondom, én is tudtam, csak a gyereknek jó szórakozás. De nem jön el, van dugulva, itt van egy kis fólia, hogy ezt még kell keszteni, ja? Kinek csinálják ezt? A Rubikárnőnek? Ez 4 napig ült a család fejvakarva, már szétbontottuk, levágtuk, ollóval hegesztettük, flexelvágtuk, minden volt, alul megtaláltuk a csapot. Szóval ezeket ajánlod. Igen, csak ezek rostosak. Ezeknek az alján üledék van, seprű van, ezeknek az íze jellegzetes. Esetleg lehet, hogy intenzívebb íze van, tudjátok, és az a helyzet, hogy az iparban ugye fontos olyan ízeket gyártsanak, amik tükrösre szűrtek, az íze stabil. Egy hazai bag-in-box almalének az íze változik. Uh-huh. Tehát 2 azonos zacskót nem veszel, mert az eredeti. Meg ez érdekes, hogy mondod ezt az intenzív ízt, hát ez maga a gyümölcs íze, csak már elszoktunk tölteni. Ugye ahány fát, ahány fajtát kevernek, ugye különböző fajta keverékekről van szó. Az iparban szeretik az állandóságot, és egy ember megvesz egy bizonyos almalevet, akkor azt várja, hogy 2 hét múlva is ilyen íze legyen. Ezt nagyon nehéz megkomponálni a természetes ízekkel, ugye ez a gond. És ezért mondom azt, hogy ne csodálkozzunk, hogyha egy picit más íze van mindig az annak az almalének. De hogy akkor ezek jók. És keressük azt, hogy nem sűrítményből készül. Így van, ez pláne. Uh-huh. És ez gyereknek adható, ez gyümölcscukor van benne, de hozzáadott cukor nincs benne, tehát ezek jók. Mindenképpen. És lehetőleg magyar legyen. Uh-huh. Így van. Ez most csak egy házi kérdés magamnak, paradicsomlé, így elnyugodtan egy kortyot. Én még nagyon szeretem, meg van benne egy csomó dolog, az jó. Egyébként sima, nem sűrítményből készült, sima egyszerűen natur paradicsomlé, kis sóval, fűszerrel. Nagyon jó, javaslom. Jó? Veszel egy paradicsom prést magadnak, megveszed a paradicsomot, kipréseled otthon, akkor jó. Aha. Most mi van? Hát mi van, te egészséglovag? Ennyit nem vagy hajlandó megtenni érte? Saját magadért? Igen. Hát erre mondták az üvegtigrisbe, hogy mennyi, aztán főzessé anyáddal, kis köcsök. Erre mondta Rudolf Péter, mennyi, aztán főzessé anyáddal, kis köcsök. Persze, meg lehet csinálni. Sőt, találkoztam a Budaival. Igen. Aki itt volt nálatok, igen. És elmondta, hogy olyan gépet helyezett a forgalomba, hogy ledarálja neked a spenótlevelet, egyben meg is párolja, 10 perc alatt bedobsz mindent, egy mixergép, ami egyébként 60 fokon még egy kicsit meg is párolja, benne marad egy csomó anyag, egy csomó jó ásványanyag, stb. Vitamin, és azt utána a gyümölcslé formájában adta. Lefőzöl mellé, 2,5 kiló marha, szintén a csőzül. Jó, van még egy nagyon fontos kérdés, tudom, hogy ebből nem készültél, de jövő héten kezdjük ezzel, jó? Esetleg elfelejteném, akkor emlékeztes, kérlek, hogy én olvastam egy érdekes cikket arról, hogy miért nem jó, és ez megint ugye lehet, hogy a rémizgetés kategória, de az ember már tényleg összezavarodik, ásványvizet inni műanyag palackból, és ott volt egy BHP, BPH, nem tudom milyen anyag, ami elvileg ugye a lugos víz vagy a lugosabb víz hatására kiászhat az ásványvizes palackból, és megfejtették híres tudósok egyébként, hogy az ember szervezetében mennyit emelkedett ez a szint az elmúlt 50 évben, köszönhetően azért, mert mindenki műanyag flakonból issza.
az ásványvizet. Rákkeltő hatása van, ugye, mert hogy maga a víz az a műanyag flakonból kiold egy olyan a flakon készítésénél használt összetevőt, amit a szervezet kevésbé tud szeretni, hiszen szintetikum. Hogy ennek lehet valóság alapja, utána nézel a jövő hétre, megnézzük. Igen, ezek pikogram mennyiségek, tehát igen, minimális, de, na jó, de, ha sok, de ebben a mennyiségben ugye? Is, akár a hormonális rendszer, ezzel szívesen foglalkozom én is, szívesen fölkészülök. Muszáj ezzel foglalkozni, mert a műanyaggyártás is egy külön üzletág lett, és vannak ugye a keményebb, lágyabb műanyagok, és azért nem mindegy, hogy egy műanyag ugye milyen mennyiségben kerül a szervezetbe. Áll egy lugosabb víz benne fél évet, egy évet, mire megiszod, az beleoldja, te azt megiszod, tehát hogy ez lehet-e veszélyes. Jó, akkor ezzel folytassuk, mert ez egy érdekes kérdés. Jó, a cikk az termesztő volt, hogy egyébként milyen adatokat mutat egy-egy vizelet vagy vérvizsgálat a nyugati lakosságnál, vagy az európai, vagy az amerikai lakosságnál, az érdekes erről is beszélni, csak akkor már tényleg megbolondulsz, tehát én már ott voltam ennél a cikknél, hogy na menjetek tényleg. Tehátok már semmit. Igen, de fél ország nevében szeretném megköszönni, hogy a rovatod után eddig csak enni nem ettek az emberek, ma már inni se fognak. Igen. Marad a fény. Mindig fog rám, hogy Bali küldte a témát. Ettelke csak ennyi, és akkor engem akarnak megölni. Igen, Bali javasolta, hogy foglalkozzunk ezzel. És itt az SMS felon ilyet olvasok, hogy Dudva úr, az én vagyok? Igen, de teljesen tudatosan nem frissítem az SMS-eidet. Én nem fogom ezeket olvasni, ezek nagyon komolyak. Kimérd meg attól egyébként. Ígyunk sört, igyál sört, de így mondjuk a Dudva úr nekem még az szellemes is. Tehát, hogy igazából nem ilyeneket írná. Lesz ez még rosszabb is szerintem. Jó, szerintem a legfontosabb dolgokról beszéltünk, minden mértékkel mindenki nézzen utána. Kútvíz kérdezik többen, ez megint az adott kúthálózat állapotától függ, gondolom, igen, nem? Szerencsés a helyi hatóságtól megkérdezni, hogy milyen a helyi vízviszonyok, és az sem kizárt ki a helyi kútból, sőt azt gondolom most már kötelező is, vízvizsgálatot kérni, mert hogyha az tele van nitráttal, akkor ott elég komoly problémák lesznek, igen, tehát igen. Itt vízvizsgálatot lehet kérni. Deutériummal csökkentett, és ez az utolsó? Fantasztikusnak tartom. Ásványvízben is van ilyen, ami így jön fel a földből, sóskút mellett, és hát nyilván, hogy a szakma is képes előállítani deutériummentesített vizet. Azt például a rákos megbetegedéseknél, igen, tehát abszolút segít a gyógyulást. A deutériummentes vizet ajánlják elsőként, ha valakinél mondjuk, igen, daganatos megbetegedés. Ez egy komoly szakmai eredmény, és hogyha ilyen vizet találunk, akkor használjuk. Oké, Gábor, imádtam, hogy itt voltál, mit reggeliztél? Én köszönöm. Hát megmondom, mert őszintén a wellness után megkívántam a puffasztott amarántot megkívántam. Ó, most fogok oda bújni hozzá meg. Agavészirupppal fogyasztottam, és megmondom őszintén, hogy egy kis savanykás almával, ez most egy olyan jóleső érzés volt egy hét után. Megmelegített az otthoni konyhatechnika, és hát a puffasztott amaránt egy pici vatköles lisztet tettem hozzá, mert muszáj ugye... Mit tettél hozzá? Egy kis vatköles lisztet. Az iskoládat, hát megint kezdesz el vatköles liszt, hát komolyan mondja, hogy szilícium. A nyál a számban. A vatkölesben szilícium van, ami hiányzik az amarántból, és muszáj a körömnek, a fognak és a hajnak. A bőrnek inkább. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.